köszöntöm a mai sajtótájékoztatón megjelent vendégeinket. Engedjék meg, hogy bemutassam Korunk Lajos urat, Hevesvegye három számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltjét, akire a Magyar Szocialista Párt, valamint a Együtt 2014 PM Szövetség országgyűlési képviselőjelöltjeként fogunk bemutatni. Főleg a 60 TV kedvéért mondom, hogy egy vallomással tartozom a kedves 60-i ismerőseimnek, barátaimnak. Ugye én 16 éven keresztül voltam a 60-nak és a Hevesvegye 4-es számú választókörzetének országgyűlési képviselője. Most bejelentem, hogy személyemben is támogatásra került Lajosnak a jelölése. Nem is kandidáltam arra, hogy országgyűlési képviselőjelölként induljak a 2014-es választáson. Ennek egyszerű oka van, hogy 2014-ben újra szeretnék 60 polgármestere lenni. Átadom a szót. Tisztelettel köszöntöm én is a sajtó képviselőit. Hát közel 20 éve veszek részt a politikai életben, bár megmondom őszintén, igazán szűken pártpolitikával soha nem foglalkoztam. Én szociológus vagyok, nagyon sokáig kutatóként dolgoztam, immáron 16 éve, pedig 17. éve az országos politikában tevékenykedek. Egyszerre lettünk érsek úrral annak idején parlamenti képviselők 1994-ben. Ezt követően többször volt parlamenti funkcióm, hiszen parlamenti bizottsági alelnök voltam, parlamenti bizottsági elnök mindig a szociális területen, és az elmúlt évtizedben három alkalommal voltam államtitkár, mindannyiszor a szociális területet irányítottam államtitkárként, és ehhez a területhez tartozott a szívem egyik csücske, a nyugdíjügyek és az idősügy, természetesen a szociálpolitika alakításán kívül. Nős vagyok, és két kiskorú gyermekem van, egy 14 éves fiam és egy 18 éves fiam. Mind a ketten pályaválasztás előtt állnak, és hát én szurkolok nekik azért, hogy sikereljen a felvételiük, ők meg szurkolnak nekem azért, hogy sikerüljön a tavaszi parlamenti választáson győztesként kikerülni ebből a csatából. Én abban vagyok érdekelt, hogy itt a választókörzetben, amelyet egyébként elég rendesen átszabott a Fidesz, egyébként úgy meg szoktam jegyezni, hogy teljesen mindegy, hogy a határokat hogy húzzák meg, és a szabályokat hogy szigorítják, azokkal a szabályokkal fogjuk legyőzni a Fidesz jelöltjét, amilyen szabályokat éppen állítottak. Kedves barátaim, ez a nagyon sokadik alkalom, hogy itt 60-ban vagyok, vagy éppen a választókörzetben, hiszen az én régi körzetemből is van itt település, az új körzetben. Tehát itt közel sem arról van szó, hogy a képviselőjelöltek vándorolnának, hanem a határokat húzzák meg másképpen. Na de hát minket ez különösebben nem zavar. Állunk elébe. Én egy elegáns úr vagyok. Én elegánsan kampányolok, egy igaz, nagyon tudok kampányolni. Én velem lehet vitatkozni, én velem lehet tévévitában, nyilvános vitában leülni egy asztalhoz, el lehet jönni velem egy kávéházba, el lehet jönni velem a nyilvánosság elé. Amit tőlem nem fognak kapni a 60-iak, az a mocskolódás, a szemtelen sehová se vezető nagyképű kijelentések, mert ezek nagyon távol állnak tőlem. Szakmámból adódóan én igyekszem mindig az állításomat érvekkel, statisztikai adatokkal alátámasztani. Most azon túlmenően, hogy itt egy rendezvényt hirdettünk meg, útjára indítunk egy szembesítő kampányt. Szembesíteni szeretnénk részben a társadalmat azzal, hogy mit ígért 3,5 évvel ezelőtt a Fidesz, és ebből mit tartott be. Szépen, hétről hétre, didaktikusan végig fogjuk venni a gazdaságot, az oktatást, az egészségügyet, a szociálpolitikát, a vidékpolitikát, és még sorolhatnám. Néhány keresetlen mondatot engedjenek meg, hogy hogy néz ki ma a társadalom, és hogy néz ki ma a gazdaság. Hát a gazdaság úgy látom, hogy romokban hever, még akkor is, hogyha itt egy sikeres ipari park szomszédságában vagyunk, mert azt kell megállapítani, hogy a működőtők ebből az országból a Fidesz kormányzása ideje alatt menekült. Ha nem lenne autóipar, akkor Magyarországnak már nem lenne ipara. Csak szeretném emlékeztetni önöket, hogy a Fidesz kormányra kerülését követően felmondta az itteni tevékenységét a Nokia, innen a szomszédunkból elköltözött a Sony,
És még sorolhatnám. Sőt, a magyar vállalkozások jelentős része már a határon túl kezd vállalkozásba. Miskolc környékén, ha valaki vállalkozásba akar kezdeni, akkor Kassán jegyezteti be a cégét. Békés megyéből és Hajdú-Bihar megyéből pedig ezrek járnak át Nagyváradra, Aradra és Temesvárra dolgozni. 4,5 milliónál több szegény ember produkált a Fidesz az elmúlt 3 évben. Ezeknek a szegény embereknek a száma nem ért el a 3 millió főt 2010-ben, és most a baloldalisággal nem vádolható Tárki mérései szerint is 4,6 millió embernél több már azoknak a száma, akik a KSH által mért létminimum alatt élnek Magyarországon. Úgy néz ki, hogy több mint 3 millió ember végletesen leszakad ebben az országban, közel 1,5 millióan a nyomor szintjén élnek, és kapaszkodjanak meg, 100 000-vel vannak olyanok, akiknek nincs meg a napi 3-szori betevő. És a legnagyobb tragédia ebben az, hogy gyerekek 100 000-ei tartoznak az éhezők körében. Nézzük meg, hogy a gazdaság oldaláról mit eredményezett a 3 éves Fidesz kormányzás. Emlékeznek rá? Ők azt mondták, hogy körülbelül 6-7%-os gazdasági növekedés is elképzelhető. Hol tartanak gazdasági növekedésben? Jó, ha stagnál. A múlt évben mínusz 1,7%-ot tudtak produkálni. Mínusz 1,7%-ot. És most nagyképűen azt mondják, hogy növekedett. Mihez képest is? Ha 0,1-el növekedett, az nem növekedés, kérem. Ha még 0,5-tel, akkor is csak stagnálásról beszélhetünk, nem beszélve arról, hogy mínusz 1,7-ről indultak. A társadalmat megillető költségvetésből az elmúlt 3 évben, kapaszkodjanak meg, több mint 3000 milliárd forintot vontak ki. A humánszférából 300 milliárdnál többet az oktatásból, 300 milliárdot a szociális ellátórendszerből, és közel 300 milliárdot az egészségügyből. Csak ebből a három területből közel 1000 milliárd forintot vontak ki az elmúlt 3 évben. Abnormális adóknak a tömkelege. Emlékeztetni szeretném, hogy Európában a legmagasabb áfa Magyarországon van, 27%. Hogy a járulékokat átnevezték szociális hozzájárulási adóvá, amelynek a mértéke 28%. Igaz, a járulék jellegét nem veszítette el, de akkor is abba gondoljanak bele, hogyha valaki járulékot fizet, azért ellenszolgáltatás jár, hiszen hogyha valaki nyugdíjjárulékot fizet, csak egy példát mondok rá, azért járadék jár cserébe. Az adó, a hozzájárulási adó, az közteher. A közteheré nem jár ellenszolgáltatás. Tehát még az a szerencse, hogy valakik még kapnak nyugdíjat. Szeretném emlékeztetni önöket az EVA mértékének a drasztikus megemelésére. Szeretném említeni a sárga csekkadónak a bevezetését, a chipsadónak a bevezetését, a telefonadó, a tranzakciós adó, soroljam még? Ezeket mind-mind az Orbán kormány hozta a nyakunkra. Ellenkezőjét ígérték. Azt mondták, megszorítások nélküli politikát folytatnak. Hát mi ez, hogyha nem megszorítás, hogy ahol 300 milliárdot kivonnak egy szférából, az nem lehet más, csak megszorítás. Ahol sárga csekkadót, ahol telefonadót, ahol tranzakciós adót vezetnek be, ez mind az embereket terheli. Mi ez, hogyha nem megszorítás? Igazságos közteherviselést ígértek. Igaz, van ebben valamiféle logika, hogyha megnézzük azt, hogy vajon nőtte vagy csökkente az adó, erre egy nagyon egyszerű választ ad a Fidesz. Ha a gazdagokról van szó, akkor csökkent, ha a szegényekről, akkor meg nőtt. Nem olyan bonyolult ez a válasz. Csak éppen számukra preferált társadalmi csoportok vannak, és ő nekik mindent megadnak, és minden terhet azokra raknak rá, akik legalul vannak. Csak szeretném hangsúlyozni, most már nem csak a legalul lévőket sújtják, a középosztályt is. Hiszen a középosztály az egyik legnagyobb vesztese a 3 éves országlásának, a Fidesz 3 éves országlásának, mert ők azok, akik hónapról hónapra szépen csúsznak lefelé. Egyszerű a matek. 3000 milliárdot vontak ki a magyar társadalom zsebéből 3 év alatt, minden évre jutott 1000 milliárd. A szomszédaink csak néznek, hogy hol tart Magyarország,
A múlt héten jelentek meg azok a statisztikai adatok, amelyből egyértelműen kiderül, hogy Magyarország az Európai Uniós csatlakozáskor a 10 ország közül a negyedik legerősebb gazdasággal rendelkezett, mára a 8. Hogy sikerült elérni? Hogy 4 helyet romlott 3 év alatt Magyarországnak a helyzete, a pozíciója. 4 helyet 3 év alatt. Nemzeti vásárlóparitáson számolva 5009 euró per fő az éves jövedelem Magyarországon, az EU-s átlag 39%-a. Értik ezt? Nem éri el az Európai Uniós átlagnak a 40%-át a magyar embereknek a fogyasztása vásárlóparitáson. És kapaszkodjanak meg! Szlovákia úgy előzött le bennünket 2 évvel ezelőtt, hogy mintha helyben járna Magyarország. Az 5000 euróval szemben Szlovákiában az egyfőre jutó, elkölthető pénz 7473 euró. Nagyságrendekkel jobban élnek a szlovákok, azok a szlovákok, akit a magyarok egyébként 1000 éven keresztül lenéztek. Emlékeznek rá? Drótostótoknak csúfolták őket. És úgy itt hagytak bennünket, mint a húzat. Ebben az évben Litvánia megelőzött. Évvégére Lengyelország meg fog előzni bennünket, és kapaszkodjanak meg. Ebben az évben csatlakozott az Európai Unióhoz Horvátország, és a csatlakozást követő 2. hónapban a statisztikák kimutatták, hogy Horvátország megelőzött bennünket. Ma már nincs mögöttünk senki, csak Románia és Bulgária. A visegrádi éllovas nemzetből egy balkáni középország lettünk 3 év alatt. Balkáni középország lettünk 3 év alatt. Amit az oktatásban rendeznek, hiszen itt vagyunk egy olyan városban, amelyik méltán büszke évszázadok óta az oktatási rendszerére. Úgy néz ki a tanulás, a tudás, csak a kiváltságosok és kevesek kiváltsága lesz. Ez a Fidesz politika megnyomorítja a gyerekeinket. Nem csak a gyerekeinket, ha ők maradnának kormányon, már az unokáinkat is. Orbán Viktor hazudott a diákoknak, hiszen egy ingyenes felsőoktatást ígért, mégis bevágta a szegények orra előtt az ajtót. Kérem szépen, nem lehet tisztességes az az oktatáspolitika, amely a Debreceni Egyetemen a fogorvosi karon több mint 12 millió forint a tandíj. Mondják meg én nekem, melyik az a középosztálybeli 60-i polgár, akinek van 12 millió forint megtakarított pénze, hogy a gyerekével elvégeztesse az orvosi egyetemet. Nekem a legnagyobb bajom az Orbán kormánnyal az, hogy a mobilitás csatornáit csukja be a fiatalok előtt. Hiszen itt még 3-4 évvel ezelőtt is minden gyerek többre vihette, mint az apja vitte. De most nem így van. Lehet, hogy az unokáink is rosszabbul fognak járni, mint mi. Orbán Viktor hazudott a pedagógusoknak is, mert az iskoláikat ellehetetleníti, a munkaterhelésüket radikálisan növeli, és nagyon sokuknak a fizetését is csökkentette. És mondják meg, hogy gondolkozhat az a szülő, akinek a gyereke, egyik gyereke általános iskolába jár, és még a mai napig nincs tankönyve, a másik gyereke egyetemista lenne, de nem tudja kifizetni a tandíját. A szülőket is becsapta, mindenkit becsapott Orbán Viktor. Ezzel fogjuk szembesíteni ma este a 60-iakat, és a következő egy hónapban Heves megye minden egyes polgárát. Köszönöm szépen, én ennyit kívántam elmondani, ha van kérdésük, szívesen állok rendelkezésükre. Köszönjük szépen!